Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenki, tisztelt polgárok, kedves kollégák, barátaim, szeretteim. A szent áldást kérem önökre, rátok, mindannyiunkra. Tudjátok, tudják, hogy ha jót kívánunk, az ezerszeresen hullik ránk. Ha valaki rosszat kíván, az meg tízezerszeresen hullik rá. Tehát akkor döntsük el, hogy mi a jobb. Kedves barátaim, kollégák, nagyon-nagyon jó hírem van. Egy nagyon nagy értékű fiatalember ül itt velem szemben. Már az egyik kollégája elment, aki nagyon jó barátom régről, és felhívtak engem, hogy látják a munkánkat, és hogy valamiben szeretnének segíteni nekünk. Ezt köszönjük, de ez vonatkozik majd azon vállalkozókra, vagy alapítvány vezetőkre is, akik majd úgy gondolják, hogy rajtam keresztül szeretnének ezzel a nagyszerű fiatalemberrel találkozni, és az ő kollégájával is. Már is ide kapcsolok. Sziasztok, Boros Ilán vagyok. Alapján egyébként a Vincemnek a tevékenységét már jó ideig követjük, és gondoljuk, hogy ennek a tevékenységnek, a folyamatnak sokkal nagyon figyelmet kellene szentelni. És úgy gondoljuk, hogy ezt a közösségi médián egyébként meg tudnánk mutatni a fiatalok számára is, hogy annak a közegnek, hogy nem gondolják, hogy ez egy fontos téma, akkor viszont egy alapjárat ezt nagyon fontos témakörnek tartunk. Tehát, hogy sokkal-sokkal több időt és energiát kéne ebbe fordítani, hogy ezt fiatalokhoz több ember ezt a témát, hogy eljusson, és legalább elkezdeni arra gondolkodni. Tehát nagyon fontos ez a tevékenység, hogy amit a Lincei csinál, és egyébként ebben nekünk támogatást, a közösségi médiában minél több embert lesz, minél több különböző platformon el tudjuk mutatni ezt a tevékenységet, ezt a szolgáltást, ezt a dolgot, amit a Lincei kultúrának számít. És kedves Emil, azt hagyj kérdezzem meg, hogy ugye most már mióta csinálod te ezt a csodálatos munkát? Foglalkozom ezzel a közösségi média kezeléssel és a Instagram, Facebook, TikTok barátatos világával. Nagyon sok jót hallottam rólad, és most, hogy itt beszélgetünk, most már én már 2 óra osztálya körülbelül, hát ez beigazolódott, vannak zsenik, és megmondom őszintén, így el kell, hogy mondjam, tehát odaszorollak téged, és ez valódi történet, tehát a munkád, az eredményeid, a világhálón, amit teszel, amit tesztek, hát az egy hatalmas eredmény, és én szívből köszönöm, meghatódottan, hogy megkerestetek engem, hogy valóban segíteni szeretnétek. Ugye a mi pártunk ki ma, mint jogvédő is az Ék Egyesület munkáját, mert miért is, mi a népet akarjuk szolgálni, és ezt tesszük most már 24 esztendeje, és köszönöm szépen, hogy ebbe kapcsolódtok, és köszönöm szépen, hogy évek óta figyeltétek a munkánkat, amit hallok a kedves kollégát, és ugye ezt be elmondta, úgyhogy én bízom abban, és hiszek abban, inkább így mondanám, teljes egészében, hogy ez a munka, a közös munkánk, az hatalmas sikert arat. Ebből biztos vagyok, és egyébként mi is köszönjük, hogy vagytok a társadalomért, és csináljátok ezeket a különböző feladatokat, nekünk ez külön megtiszteltetés, hogy kiemeltünk szeretet, és ezzel még több figyelmet, még több embert el tudjuk tartani a munkát. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és akkor kedves barátaim, kedves kollégák, hatalmas izgalomban vagyok. Sokan kérdezitek, honnan van ez a sok energia. Hát a mindenható Atya adja a gyönyörű bölcs energiákat, adja nektek is egészséget, adjon az Úr boldogságot, hitet egymásban. Tudjátok, fontos dolog, hogy egymásban is higgyetek, mert ez a legfontosabb dolog, de elsősorban a mindenható Atyában. Üdv mindenkinek, sziasztok, és jövünk nem sokára a részletekkel, mert nagy dolgok előtt állunk. Sziasztok!